1989-ben fordult az elő legutóbb, hogy az első fordulóban játszottak örökrangadót, akkor az ülő nyitott 4-0-ra Ferencváros megsemmisítő győzelmet ért el. Szétromboltuk a nyerőcsapatot, a fiatalokat. Hogyha nem lesz rend az öltözőben, hogyha egymásra fognak irigykedni, és nem a pályán fog eldőlni az, hogy ki játszik, és hogy milyen erős, és megmutassa a pályán, mikor lehetőséget kap, akkor nekem itt nincs keresni való. Az az érzésem, hogy a csapat visszatért a koronavírus után, mindenki csak irányítani szeretne, de játszani senki. A Paks tehát magabiztosan, fölényesen 6-2-re legyőzi a Puskás Akadémia csapatát. Én a középpályás játékunkkal ma nem voltam elégedett. Immár a korábbi 50-szeres válogatott labdarúgó Bognár György irányítja a csapatot, de nem lesz könnyű dolga Bognárnak, hiszen a zöldek gyengén kezdték a bajnokságot, jelenleg sereghajtók, ráadásul alaposan felkavarta a klub életét a koronavírus járvány is. Egy nagyon-nagyon szép és fontos győzelmet aratott a Paks együttese Bognár György bemutatkozó mérkőzésén. Hát tulajdonképpen azt csináltok, amit az MTK, csak jobban. 92. perc. Megszerzi a győzelmet a Puskás Akadémia most is a Honvéd ellen. Kifogást nem lehet már keresni, meg nem is kell keresni. Győzni kell, mert csak azt tart életben. Két gólos előnyről sem tudott nyerni a Honvéd, és hogy ennek a mérkőzésnek milyen következményei lesznek, későbbi kiadásainkban számolunk be. Én szívesen dolgoztam a csapattal, hogyha úgy alakul, akkor sok sikert. Minden hangszeren kivégeztük saját magunkat. Mindenféleképpen szükségünk van valami plusz impulzusra. Két év távollét után mindenki azt kérdezi öntől, hogy mennyire hiányzott önnek a magyar futball, de a magyar futballnak mennyire hiányzott Pintér Attila? Ezt tőlük kellene megkérdezni. A mezőköves pedig kettőnyre megnyeri a mérkőzést, és az azt jelenti, hogy immár a 13. veretlenül megvívott találkozójukon vannak túl. A mezőkövest ünnepel, mert Pintér Attila csapata biztosan bent marad az élvonalban. Egy úriember a nevét nem merte vállalni, azt írta, hogy MB2, üzenem neki, nem ez MB1. Azt gondolom, hogy mindenkiben van egy pici hiányérzet, de hogyha néhány hónap múlva visszagondolunk erre, akkor biztos, hogy már inkább a siker és az a hatalmas eredmény marad meg mindenkiben, hogy tényleg 25 év után jutottunk el a Bajnokok Ligája csoportkörében, a Ferencváros színeiben. A Kisvárda támadó játékában, ahogy látjuk a számokat, ezúttal nem sok potenciál volt. Érdekes módon korábban alkalmazott technikát vettünk elő, a feleségekhez szóltam, de arra szerettem volna őket ösztökélni, hogyha azt szeretnék, hogy Magyarországon, ebben a szép országban ilyen jó körülmények között akarnak maradni, akkor nekik is feladatuk van, és a barátjukat, férjüket a legjobb állapotba kell hozni. A Kisvárda matematikailag már bent maradt. Az előző esztendők során állandóan az utolsó fordulóra hagyta a döntést. First, I don't want to waste your time and energy. This is my last game on the Újpest bench. Tavaly évvégén az MNÉ Sport kamerái előtt köszönte Predrag Rogán, az ő helyét pedig az a Mihály Üning vette át, aki korábban néhány évvel ezelőtt a Vasas vezetőedzője is volt. Márton Gábor csapata pedig nem tud kikászálódni a gödörből. Valahogy meg kell találni a módját, hogy újra nyerjünk, mert ez így megáll. Realitás annak van, hogy a következő szezonra tudjunk konkurenciáját jelenteni a Ferencvárosnak, illetve 3 éven belül szeretnénk legalább egy bajnoki címet szerezni. A Vidi legutóbb 2019-ben nyert magyar kupát, az Újpest pedig egy évvel azt megelőzően 2018-ban. A 81. magyar kupa döntőt az Újpest nyeri. Az Alaegerszeg pedig vereséggel kénytelen búcsúzni. Mit kell elsősorban helyre rakni most a válogatott szünet alatt? Sok mindent meglátjuk, hogy erre milyen lehetőséget használ. Változás, hogy új vezetőedző Waltner Róbert, most már aki dirigál Egerszegén Bóér Gábor helyett. Aki most vagyok, azt nagy részben a klubnak, városnak köszönhetem. Az előző két bajnok ilyen így 9 gólt szerzett az ETE. Egészen elképesztő teljesítmény ez Waltner Róbertéktől, akik hatalmas lépést tettek így a bentmaradás felé.
Mihez tudnád hasonlítani a mostani kinevezésedet? Milyen filmes hasonlattal tudnál élni? Az a baj, hogy mindig ilyeneket kérdeztek, és akkor nem vesz komolyan senki. Hát nem tudom, valami kaszinós filmhez, amikor 19-re lapot kérnek. Mezgráni lövi el, messzire gól! De még mekkora gól! A Budapest Honvéd NB1-es marad jövőre is, és egyben kiejtették a Diósgyőr. Egyértelműen nem lehet más a cél, mindenkinek kivenni a részét abból a következő szezonban, hogy a Diósgyőr visszajusson. Megmondom őszintén, megalázva érzem magam. Osztálykülönbség volt a két csapat között, ez nem is kérdés. Szerintem kaptak a srácok eleget, mint tőlem is, mint a klubtól. Ez fáj így kimondani, de jelen pillanatban egy ilyen, ezt az érzést tudom mondani. Tehát mindegy szülő, aki a gyerekét elengedi 18 évesen a nyitott világba, előkészítve remélem. 9-2-re nyer a Paks Budafokon, és ezzel a vendégek tovább erősítik negyedik helyüket, ahogy Hán János tovább erősítette pozícióját az élen a góllövő listán. Az első helyzetéből betalál Hán, a góllövő lista vezetője. Hán János pedig a 200. paksi mérkőzésén mesterhármassal ünnepel. Bekerülni az MTK felnőtt csapatába az nagyon jó lenne, és ott szeretnék nagyon bizonyítani. Kanta József befejezi profi pályafutását. Büszke vagyok arra, hogy az MTK-ban futballoztam ennyi időn keresztül. Gyakorlatilag fiatalkoromtól kezdve megfogalmazódott bennem, hogy Magyarországon nem nagyon tudom elképzelni magam másik klub mezében. Ezt a mai napig állítom, és soha az életemben nem fogom megbánni azt, hogy nem döntöttem másként. Hívd ide őket! Mindenkit hívjál! Az OTP Bankliga 2020-21-es szezonjának ezüstérmese a Puskás Akadémia. Rekordpontszámmal nyerték meg ezt a bajnokságot, 78 ponttal. A kapott gólok tekintetében is soha ilyen kevés gólt nem kapott a Fradi, mint ebben a szezonban, mióta 12 csapatos a bajnokság, 22-t.